akinek van jogosítványa, annak kellett vizsgát tennie első segélynyújtásból is, de vajon mennyire állnánk meg a helyünket egy éles helyzetben, mondjuk bevállalnánk egy újraélesztést, vagy kockáztassunk-e egyáltalán laikusként? A vonalban itt van az Alternatív Közgazdasági Gimnázium első segélyoktatója, Marsi Zoltán, szervusz! Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Hát nem egy könnyű téma első segélyről és újraélesztésről, nyilván balesetekről beszélgetni, de ha már a bevezetőben feltettem néhány kérdést, kezdjük is rögtön az elsővel, hogy mennyire állnánk meg a helyünket egy éles helyzetben, hogyha első segélyt kéne nyújtani, pláne ha újra kellene éleszteni valakit. Hát sajnos a hazai statisztikák azt mutatják, hogy a lakosságnak kevesebb, mint 1% az, aki akár egy baleset esetén, akár egy újraélesztés során hely tudná állni. A vizsgálatok azt mutatják, hogy ennek két fő oka van. Az egyik ok közé tartozik az emberek, hát, hogy is fogalmazzak, mondjuk úgy, hogy érdektelensége, vagy ez a társadalmi szerepmegosztás, hogy miért pont én menjek oda. A másik ok pedig minden bizonnyal a szakmai tudás hiánya. Félnek egyszerűen az emberek oda menni, félnek attól, hogyha bármit csinálnak, akkor rosszul csinálják, vagy esetleg még felelősségre is vonhatók. Valóban hiányzik a szakmai tudás? Tehát ha figyelembe veszik, hogy tényleg nagyon sok embernek van jogosítványa és részt vett egy ilyen tanfolyamon, tehát ezek a tanfolyamok esetleg nem kielégítőek, nem szolgálják azt a, nem nyújtják át azt a tudást, vagy mi nem szereztük meg megfelelően, vagy inkább a félelemről van szó, hogy mi van, ha nem sikerül? Hát én ezzel kapcsolatban inkább úgy fogalmaznék, hogy a jogosítvány megszerzéséhez szükséges tanfolyam, ez egy szükséges rossz. Nem azért megy el az ember egy elsősegély tanfolyamra ez esetben, mert szeretné megtanulni az elsősegélynyújtást, hanem azért, mert hogy a jogosítvány megszerzésének feltétele, tehát gyorsan essünk túl rajta. A dolog másik fele pedig, hogy számos példa mutatja azt, hogy természetesen az elsősegélynyújtást, akárcsak más ismereteket tanórai keretekben, vagy akár a padban ülve nem lehet teljes mértékben elsajátítani, hanem bizony a gyakorlatnak nagyon nagy szerepe lenne. Például akár egy baleset szimulációs tréning kapcsán, vagy akár egy újraélesztési fantommal, ahol, amivel ugye leginkább az újraélesztés lehetne elsajátítani. Nálatok az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban van első segélyoktatás. Ez mennyire általános magyar középiskolákban ma? Azt gondolom, hogy nagyon ritka ma Magyarországon, hogy középiskolában első segélyt oktassanak. Természetesen nem azt mondom, hogy ezzel mi egyedülállóak vagyunk, de ezt biztosan állítom, hogy nagyon-nagyon kevés. Ráadásul nálunk az is jó, hogy több szinten jelenik meg az első segélynyújtás, részben megjelenik alapszinten, gyakorlatilag a képzés részeként, emellett pedig akár szakkör, akár témahét keretében a diákok megismerhetnek ezzel mélyebben, és természetesen mi nagyon nagy hangsúlyt fektetünk ezekre a baleseti szimulációs oktatásokra, és a tapasztalat azt mutatja, hogy bizony, aki így tanul elsősegélynyújtást, az a gyakorlatban lényegesen jobban tudja alkalmazni, és hát ami nagyon-nagyon fontos, hogy ezek a diákok valóban ténylegesen oda mennek egy veszélyhelyzet esetén, és megpróbálnak segíteni, tehát nem sétálnak el közönösen egy sérült mellett. Mondjuk. Térjünk vissza azokra, akik nem vettek részt ilyen oktatásban. Érdemes egyáltalán próbálkozni valamivel? Ezt fel is vetetted még korábban, hogy félnek esetleg attól, hogy felelősség terheli majd őket, ha valamit rosszul csinálnak. Én azt gondolom, hogy mindenképp érdemes valamiféle tanfolyamot elvégezni. Ha más nem, akkor legalább egy újraélesztési tanfolyamot, ami mondjuk időben egy 3-4 órát veszel egy ember életéből, és mondjuk az újraélesztés az, ahol tipikusan a laikus segélynyújtókon van a hangsúly, hisz egy hirtelen szívmegállás vagy egy keringési zavar esetén az első 3-5 perc az, amikor még lehet segíteni valakin, és nyilvánvalóan ennyi időn belül nem érnek ki a mentők. Ugye ma Magyarországon átlagosan 1/4 óra alatt tér ki egy mentőautó, ez egyébként a nyugat-európai országokban is így van, tehát ezzel teljesen átlagosak vagyunk Európában. És bizony ez egy nagyon fontos dolog lenne,
hogy mindenki elvégezze egy ilyen tanfolyamot, és lehetőség szerint évente egy ismétlő újraélesztési tanfolyamon részt vegyen. De ha valakinek van lehetősége, hogy ennél komplexebben foglalkozza az elsősegélynyújtása, azt gondolom, hogy egy 20-30 órás tanfolyam keretében már lényegesen szélesebb ismereteket lehet szerezni. Említetted a statisztikákat javítja, esetleg a túlélési arányt az, ha van a környéken egy félautomata újraélesztő készülék? Feltetlen igen, hisz a felnőttek keringési zavarának hátterében döntő többségében egy elektromos szívritmus zavar van, amire a leghatékonyabb megoldás a defibrillátor lesz. Tulajdonképpen az esetek egy jelentős részében a komplex újraélesztés során csupán a keringést és a légzést pótolják csak az ellátók, amíg a mentő ki nem érkezik, és aztán nyilván magasabb szinten, nyilván defibrillátor segítségével nekik nagyobb eséllyel sikerül a keringési problémát rendezni. És ezeket mennyire könnyű használni? Tehát bárki laikus oda tudna menni, mondjuk egy bevásárlóközpontban, ahol van ilyen, aztán el tudna látni valakit, aki újraélesztésre szorul? Hát azt gondolom, hogyha valaki egyszer látta már egy ilyen oktatáson, hogy hogyan működik egy ilyen félautomata defibrillátor, akkor nagy valószínűséggel élete végéig ezt nem felejti el. Ezeket rendkívül egyszerű használni. 3-4 olyan dolog van, amire érdemes odafigyelni, vagy érdemes tudni, hogy ezt teljesen tökéletesen tudjuk használni. És hogy minél tökéletesebben tudjunk ilyeneket használni, illetve elsősegélyt nyújtani, erre ösztönözni is próbálják a fiatalokat, például versenyekkel. Így van, az Országos Mentőszolgálatnak most már 7. éve van egy országos elsősegélyismereti versenye, ahova általános és középiskolás csapatok jelentkezését várjuk. 3 fős csapatokkal lehet regisztrálni, és jövő év 2011. januárjában indul a verseny, először van 3 darab internetes forduló, és aztán a legjobb csapatok kerülnek a budapesti szimulációs döntőbe, ahol közel 20 baleseti szimulációban kell helytállniuk. A versenyről bővebb információk, illetve jelentkezni a házipatika.com/OEV honlapon lehet jelenleg. Hogy néz ki egy ilyen nagy szimulációs verseny, ahol baleseti helyszíneket próbáltok modellezni? Képzett imitátorok alakítják a sérülteket, akik sminkelve vannak, élethűen adják elő ezeket a helyzeteket, tehát hogy nem csak jajveszékelnek, hanem ténylegesen tudnak akár egy ájulást, akár egy további fájdalomnövekedésre történő reakciót adni. Természetesen a helyszínek is élethűek, amennyire lehet, törött autókat használunk, vagy akár egy égés helyszínén égésnyomokat, füstöt alkalmazunk, és a 3 fős csapatoknak ezt kell ellátnia. Erre a mi versenyünk keretében 7-8 perc áll rendelkezésükre, majd ezt követően a versenybírók részletesen értékelik az ellátás minden egyes lépését, elmondják, hogy mi az, amit másképp kellett volna, illetve mi az, ami kimaradt, hogy a következő szituációban ez már teljesen olajozottan működjön. Térjünk egy icike-picikét vissza a újraélesztéshez, ugye? Ha az ember körülnéz, azt látja, hogy különböző protokollok vannak, hogy hány befúvás, hány kompresszió, hogyan kell végrehajtani ezeket. Van valami eltérés hatékonyságban, vagy miért fontos az, hogy új meg új szabályokat hozzanak ki? Mert így felvetődik az emberben, hogy mi van, ha eddig rosszul csináltam volna, de most van egy még jobb módszer. Az Európai Újraélesztési Társaság 5 évente ad ki egy új protokoll. Épp most a napokban zajlik Portóban egy kongresszus. Ezeknek az új protokolloknak a lényege, hogy a statisztikák, illetve a vizsgálati eredmények mindig próbálnak egy hatékonyabb újraélesztést javasolni. Én mindenkinek azt mondom, hogy teljesen mindegy, hogy melyik protokolla végzi az újraélesztést. Természetesen jobb, hogyha az újabb protokolla. A fő probléma az, hogy nem kezdik el az emberek az újraélesztést. Tehát még egyszer mondom, teljesen mindegy, hogy melyik protokollt alkalmazzuk, csak kezdjük el és csináljunk valamit, ha van rá lehetőség, természetesen az új protokoll szerint. Hát köszönöm szépen, hogy megosztottad ezeket velünk, és további szép napot kívánok! Hasonló.
hasonló jókat kívánok én is. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Szervusz. Marsi Zoltán, az Alternatív Közgazdasági Gimnázium első segélyoktatója volt a vendégem, akivel újraélesztésről beszélgettünk. Rövidesen jönnek a hírek egy kis zene után, aztán folytatódik a többetésszel.